soha nem csináltam olyan filmet, amihez nem volt kedvem. Vagyis menet közben voltak oktatófilmek, dolgoztam 3 évet a katonai filmstúdióban, ott kiadott feladatokat oldottam meg, de mindegyikben megtaláltam az örömet. És mindegyiket nagy élvezettel csináltam, alapvetően a téma iránti alázatból. Kísértett a mozi, annyira, hogy néha a gimnáziumból lógtunk is. És azért, hogy az ember jól ki tudja használni azt az egy napot, amit ellógott, hát úgy kellett szervezni, hogy mondjuk 6 filmet meg lehessen nézni egy nap. Ezen nevelődtünk. A francia új hullám, meg az olasz neorealizmus, a cseh és a lengyel filmeken. A gimnázium utolsó évében én már jártam az amatőrfilmfesztiválokra, vagy utolsó idejében. Láttam a filmeket, és teljesen úgy éreztem, hogy ilyet én is tudok csinálni. Sőt, ilyet nekem muszáj csinálni. És ez nekem nagyon szimpatikus volt. Ennek ellenére az orvosi egyetemre való jelentkezés az egyértelmű volt a gimnázium után. Belép a beteg az ajtón, és már a testtartásából látod, hogy hol lehet a probléma. És ez egyfajta koncentrált megfigyelés. Na most ez a koncentrálás a filmesnél is ugyanígy van, hát nekem olyanokat kell megfigyelni, észrevenni, amit általában a néző nem vesz észre, nem figyel meg. Nekem a legnagyobb felfedezés egy arc, amin én fél órát is tudok nézni. Mert a közben változik az arca, ahogy emlékezik, ahogy megrendül valamin, ahogy hazudik, ahogy mellé beszél, ahogy gondolkodik. Tehát ez annyira érdekes, hogy én a vágóképet soha nem szerettem, és mindig is harcoltam ellene, mert pont azt akarja le, ami a nézőnek a megfigyelési lehetőséget adja. A dokumentumfilm volt az, ami teljesen az én ügyem volt, és tulajdonképpen mindig is megmaradtam egy személyes stábnak. Én ismertem a témát, én barátkoztam meg az alanyokkal, én mentem oda a saját kocsimmal, a saját kamerámmal, és forgattam annyit, amennyit én akartam, úgyhogy a kamerán keresztül az én viszonyomról van szó az emberekhez. Nem fáj ez olyan nagyon. Azt nem tudtam, hogy rendszerváltás lesz, de hogy föllazult a védelem meg a titkolás, az nyilvánvaló volt, és akkor jött az a gondolat, hogy most már eléggé szétesőben van ez a rendszer, álljunk neki és csináljuk meg a svábok kitelepítésének történetét. Akkor már létezett a fórumfilm, ahol én művészeti vezető voltam, és én azt mondtam, hogy én ennek neki fognék. Amikor forgattunk, akkor nagyon sokan még bujkáltak, volt, aki 4-szer megbeszélés után sem jött a forgatásra, vagy nem engedett be bennünket. A félelem még benne volt az emberekben, de 1-2 év óriási változást hozott, úgyhogy a filmszemlén, amikor jöttek az asszonyok, kérdeztem, na, hogy tetszett? Tetszett, Bugja úr, de ma már mondanánk többet is. Tehát... Itt egy nagyon fontos kérdés vetődik föl, hogy lehet-e megríkatni az embereket, lehet-e beleavatkozni az életükbe, lehet-e túl közel menni a kamerával. Én erre meg azt mondom, hogy mindent lehet, ami nem megalázó és nem bántó az alany számára, de hogy mi kerül a filmbe, azt majd eldöntöm. A hallgatóknak mindig mondom, hogy az első, hogy legyél jó megfigyelő. Ha nem vagy jó megfigyelő, azt a felületet, azt az átlagot látod, amit mindenki és amit tálalnak eléd, ömlik a televízióból. Ha jó megfigyelő vagy, akkor mögé látsz a dolgoknak, mélyebb dolgokat fogsz látni, és hogyha te még arra is tudsz figyelni, hogy egy szituáció hogyan működik, akkor végül is egy olyan aktív életet élsz, akár kamerával, akár kamera nélkül, ami mindenképpen élmény.